Üdvözöllek! Manapság rengetegféle chat program alkalmazás elérhető számítógépekre, meg a különféle eszközökre. Talán már túlságosan is sokféle, ezért hogyha mindenkivel szeretnénk tartani a kapcsolatot, akkor könnyen megeshet, hogy nem elég egyetlenféle üzenetküldő programot vagy alkalmazást használnunk. Ezen a problémán segít a Friends nevű program, amely egy csomóféle üzenetküldővel képes működni. Hát tulajdonképpen itt a képen ez látszik, és itt van például a Skype, vagy éppen a Facebook Messenger, illetve hát vannak itt még egyebek. Ez ingyen letölthető és használható. Lejöttekerünk, akkor látható, hogy nem csak Windowsra, hanem Macre, illetve Linuxra is elérhető. Kattintsunk ide a downloadra. És akkor itt van rögtön a Windows. Egy tömörített fájl fog letöltődni, amit ha kitemerítünk, akkor benne lesz a telepítő, itt látható. Telepítést most nem nézzük meg, mert ez igazából rendkívül egyszerű, néhány kattintás. Telepítés után, hogyha elindul a program, akkor így néz ki, hát ezt ki lehet tenni akár teljes képernyőre is. Van ez a szolgáltatás hozzáadása, hát ezzel tulajdonképpen fel tudunk venni egy ilyen üzenetküldőt. Mondjuk nézzük meg a Messenger-t, ez ugye a Facebooké, megadhatunk itt egy nevet, valaki értesítések megjelenítése, illetve az asztali értesítéseket a Messenger beállításaiban engedélyezni kell, erre figyelmeztet. Hát akkor adjuk hozzá a Messenger hozzáadása, és látható meg is jelent itt. Ugyanígy egyebeket is hozzá lehet adni, például akkor a Skype-ot nézzük még meg. Valaki értesítések megjelenítése, a hanghívásokat nem támogatja még egyelőre a Skype esetén, Skype hozzáadása. És hát akkor látható, itt van a Messenger, meg a Skype, de hát itt vannak egyébként egyéb lehetőségek, elég sokféle. Persze ezeket még így nem lehet használni, de hogyha itt átváltunk, akkor látható, itt be kellene lépni. Meg a jelszót, és akkor tovább. És hát akkor tulajdonképpen már itt is vagyunk. Nekem látható, hogy nincsen partner, mert ez csak egy ilyen teszt felhasználó esetemben, de igazából ez így működik. Aztán itt van például a Skype. Megadom a jelszót, és akkor bejelentkezve szeretnék maradni. Így. És akkor belépek. És akkor első lépések. És tulajdonképpen már itt is vagyunk. Hát partnerek még itt sincsenek nekem, mint az látható. De ha lennének, akkor persze meg lennének, és igazából már is lehet az üzeneteket küldeni. Akár csak a Facebook esetén. Hát ez így igazából ennyi, mint az látható magyar nyelvű. Ide kattintva visszamehetünk a kezdőlapra, és itt lehet váltani az egyes üzenetküldők között. Illetve itt a szolgáltatásokban is elérhető ez igazából. Van ez az újratöltés, hogyha netán valami probléma lenne, akkor ezzel meg lehet próbálkozni. És látható betöltött. Hát meg itt van néhány funkció, de igazából úgy gondolom, hogy olyan nagyon sok mindent erről azért nem lehet beszélni. Ugye visszamegyünk ide, akkor itt van egy ilyen beállítás lehetőség. Hát ezek a beállítások jönnek elő tulajdonképpen, amit az adott üzenetküldő felvételekor láthattunk. Amúgy itt lehet törölni is, mint az látható. Hát ez igazából így ennyi. A használata eléggé egyszerű, itt van még néhány lehetőség, de hát úgy gondolom, hogy ez egy alapvetően így, ahogy van, használható. Hogyha egyebekre lenne szükség, akkor pedig itt az felvehető. Ugyanúgy, mint az előbb. Látható. Ha pedig egyébre lenne szükség, akkor itt van még egy csomóféle üzenetküldő. Itt ezeket fel lehet venni az előbbiekhez hasonló módon.